A teljes szekrény látszik az utcáról, pedig a bútor a szobában van, csak hogy a házfala néhány napja kidőlt. Az épületben többen is tartózkodtak, köztük gyerekek is. Azóta szalaggal kerítették el az ingatlant, az itt lakókat pedig ideiglenesen az önkormányzat egyik házában szállásolták el. Bátán nem ez az egyetlen épület, ami mostanában dőlt össze. Néhány utcával arrébb egy másik háznak a fala omlott össze már hetekkel ezelőtt, veszélyeztetve a szomszédos telken álló ingatlant. Az önkormányzat akkor hiába szólította fel a Németországban élő tulajdonost, hogy csináljon valamit a házzal. Ő erre hetekig nem volt hajlandó. Az épület az esőzés miatt néhány napja tovább bomlott, Életveszélyt okozva a szomszédos házban lakó családnak, végül bár nem önkormányzati feladat, mégis úgy tűnik a falura marad a probléma kezelése. Sajnálatos dolog az, hogyha ilyenek történnek, akkor a polgármesterhez fordul a katasztrófa védelemtől a tűzoltóságig mindenki, hogy adjon anyagot, amivel aláducolunk, és az én embereim, a közmunkás, valamint a, a beosztottjaim álljanak oda, és ducolják alá a házat, és oldják meg a dolgokat. Ráadásul az önkormányzat munkatársainak dolgát még az is nehezíti, hogy egyszerűen nem léphetnek be az összedőlt ház udvarára, hogy bármilyen munkát is végezzenek ott, mivel az magánterület. Ahhoz, hogy a tulajdonos engedélye nélkül bemehessenek, valakinek írásba kell foglalnia, hogy az ingatlan életveszélyes. Egy ilyen papírt beszerezni viszont szinte lehetetlen, mondja a település jegyzője. Belekerültünk mi is itt egy olyan jogi mókuskerékbe, amelynek, amelyből szinte alig volt kiút hiszen nagyon nehéz volt megállapítani azt, hogy ma Magyarországon melyik hatóságnak van arra hatásköre, hogy életveszélyesen nyilvánítson egy ingatlant. Hiszen kiderült, hogy a katasztrófa védelemnek nincs. A következő kérdésünk az építéshatósághoz érkezett, őnek is sincsen. Végül a járási hivatal építésfelügyeleti osztályán adták ki azt az igazolást, amiben leírták, hogy életveszélyes az addigra már szinte teljesen összedőlt épület. Az önkormányzatnál pedig csak remélni merik, hogy a jövőben egy ház sem dől össze, amit aztán majd nekik közpénzből kell helyreállítaniuk.